Közben figyeljenek ránk, mert lesz miért Kupa Mihály a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Volt pénzügyminiszter, most pedig elemzőként átnézte a 2014-es költségvetést. Sok öröme volt benne? Érdekes volt. Azt, hogy öröm, egy nagyon feszített, ahogy a pénzügyminiszter úr is mondta, nagyon feszített költségvetés. De hát, most ilyen jókedvűen mondva, jövő áprilisban választás lesz, utána lesz egy kormány, addig ez elzakadtól körülbelül így, aztán, hogy kell-e javítani rajta, vagy nem, pont a feszítettsége miatt, mert a peremfeltételek azok... Tóbiás József, aki persze pártpolitikus, azt mondta tegnap, MSZP-s, tehát ellenzéki politikusként, hogy ez a költségvetés ez a kormányváltásig működik, és onnantól kezdve ember nem tudja, hogy mi lesz tovább, mert 400 milliárd hiányzik most is. Ez igaz? Hát a 400-at azt én túlzásnak tartom, de mondjuk valódi elemzők, tehát nem politikusok azt mondják, hogy olyan 200 milliárd körül van. A lyuk benne, elsősorban a bevételi oldalon vannak nagy bizonytalanságok, a kiadási oldal az elég szigorúra van egyébként véve. Kovács Árpád, a költségvetési tanácselnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy hát igen, tehát ezek a bevételek, ezek számolhatók így, de ahogy ön is mondja, nagyjából a koppanásig megyünk, ennél több ebből nem lesz. Na de mi van, ha kevesebb lesz? És ugye ezt számtalanszor láttuk már, hogy vannak ambiciózus tervek arra, hogy miből mennyi bevétel születik, pénztárgépek, autópályadíjak, stb. És aztán másképp alakul az élet. Hát a bevételeknél ez mindig így van, és ugye hát az ember költségvetést tervez, akkor mindig azért optimista a bevételeknél. Most ezt én is ilyen voltam, nehogy azt higgye, hogy ez egy egyedi sajátosság, tehát kicsit jobbnak tekinti a helyzetet. Hát kettő van, vagy a kiadást csökkenteni, de az nagyon gázos lenne egészségügybe, oktatásba például, vagy egyéb intézményeknél, lakásépítésnél, amelyik nek a támogatása így is visszaesett, mert nem veszik igénybe a támogatást, bevétel. Azt mondja a bizottság, parlamenti bizottság elnöke Nyikos László, hogy megalapozatlan az uniós támogatások és a frekvencia bevétele, beírt összeg. A stadionok építését ráadásul ebből finanszíroznák, tehát azt valószínűleg majd akkor másból kell finanszírozni, de azt finanszírozni fogják, ez nyilvánvaló. Ezekre megvannak a félretett tartalékok a költségvetésben? Kevés, van annyi tartalék, nem, hogy ezek finanszíroznak? Nem, nincsen. Tehát ugye az idei költségvetésben az országvédelmi alap 400 milliárd forint volt, ez most le van véve 100 millióra, az összes tartalék, mindennel, 100 milliárd, az összes tartalék. Már csinálhatnánk egy pénzreformot, mert már nem lehet, billiókba kell lassan majd beszélni Magyarországon, de hát attól a lakosság ideg beteg lenne. Az euróhoz csatlakozunk, és akkor nem kell pénzreform? De hát úgy az volt, régen, nem? Hosszú. Régen úgy volt. Tehát magyarul kevés a tartalék, ezt elmondta a költségvetési tanács elnöke és a Kovács Árpád, és ugye ő nagyon óvatosan azt mondta, hogy ez a 1,5-2%-os gazdasági növekedés, ez nagyon kifeszített, tehát ez a maximum, amit ki lehet hozni. Hát közben ugye Londonból jöttek olyan hírek, ahol már 2,5%-ra becsülték a magyar gazdaság növekedését. Ők aztán ez igazán optimisták. Én nem akarom bántani a londoniakat, ugye az ember mindig nézi az internetet. Én a Nomurára szoktam hallgatni. Ők mit mondta? Kettőt, ugye? Na, az kettőt mondott, igen. Ezt a költségvetést beterjeszteni, ha most lenne pénzügyminiszter? Hát nagyon óvatosan. Kiadná így a kezébe? Nem. Mihez volna hozzá? Lukas. Hát mi? Hát lejjebb kell vennem azt a bevételt, amit túltervezünk. Na, de akkor lejjebb kell venni azt is, amit költenek. Hát, ott mihez nyúlna? Hát most ugye nagyon népszerű akarok lenni, vagy nagyon akarnak, hogy stadion építés, ugye mindenkinek az a baja, de hát 250 milliárdot állítottak össze, nem politikusok, hanem elemzők, amelyek mondjuk halasztható kiadások. Közte van a stadion építés is, de különféle támogatások. De hát nem lakás, nem egészségügy, nem szociális, mert a jóléti kiadásokhoz nem nagyon lehet hozzányúlni. Hát a közmunka is ugye, amelyik most fel van plankolva. Mi beszélgettünk 2 éve mondjuk arról, hogy ez a gazdaságpolitika, amit akkor még Matolcsy György neve fémjelzett, és hát nagyjából talán még most is így lehet ezt nevezni,
ez reménytelen. Tehát ezzel nem lehet elmenni 2014-ig. Hát elmegyünk 2014-ig. De... Mi változott? Hát nézze, egyrészt a legfontosabb az, hogy ugye a kormány, ha esik, ha fúj, 3% alatt akarja a költségvetés hiányát. Tehát akkor beavatkozik a kormány, ott nincs irgalom. Biztos. A második, hogy elég jó a fizetési mérlegünk, bár romlik, mert ugye az export teljesítmény egyelőre lanyhult. A harmadik pedig az, hogy rengeteg olcsó pénz van, most bocsánat, hogy ezt mondom. Tehát azzal, hogy a Fed és az angol jegybank, meg most már az Európai Központi Bank is szórja ki a pénzt, most idézőjelben, de rengeteg pénzbőség van, és mi például magyarok ugye 6% körül fizetünk, hogyha kötvényt bocsájtunk ki, tehát szívesen megveszik szemben a bizonytalan göröggel, vagy a teljesen nem fizető némettel, mert a németek már pénzt kérnek azért, hogy... Tehát ez megváltozott, és elég szigorúan, mondjuk 25 adóféle, ha jól emlékszem, a Vámosi Nagyszabolcs igen, ő ezt mondja, számára. 25 új adó van. Tehát így be lehet stabilizálva a költségvetésnek a bevételi oldala az ön, mert ilyen, hogy is mondjam, indirekt adókkal, amit a lakosság eddig nem vett észre, de észre fogja venni, mint a telefon, tranzakció, stb. Részben a vállalatok profitjának az elvonása, energiaszektor, bankok, közműszektor, rezsicsökkentés. Na, de hát akkor ezzel így mégis el lehetett menni 2014-ig. Meddig lehet? Akkor most újra, megkérdem, jósoljon megint. A potenciális növekedésünk az most körülbelül 0,5-1,5% között van szakemberek között. Ez nagyon kevés, ebben nem lehet... Hosszú. Ebből hogy fizetünk 6%-os igen kedvező kamatot a felvett hitelekből? Hát az adókból fizetünk, miből tehát fizetünk. Tehát akkor mindig több adó kell? Mert hát ez az olló, ez nem lesz kisebb. Megyünk utána, kell utána menni. Tehát ezt hogy is mondjam, én egy kitűnő interjúban ezt elmagyaráztam a Magyar Narancsba, hogy mindig kell utána menni, mert elfogy, és a gazdaság maga, Isten igazából nem növekszik. Tehát nem produktív a gazdaság. Vagy ha produktív, akkor ugye egy csomó pénz az, hogy is mondjam, megtakarításra kerül, vagy külföldre kerül, tehát nem hasznos olga. Nincs beruházás. A kormányváltás lesz 2014-ben, és nem ez a gazdasági filozófia érvényesül tovább, az rövid távon már tudna segíteni a gazdaságnak? Hogyha itt a gazdaság filozófiával van egyáltalán a baj. Hát nézze, hogyha egy kiszámítható programmal jönnek, ami azt jelenti, hogy nem akar össze-vissza kapkodni, és nem akar új adókat, meg mit tudom én, nem akar mindent felforgatni, nem azt mondja, hogy van négy keret, és akkor ezek a mentén haladok előre, akkor lehetséges. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.